Szeretettel üdvözlöm a Palózüszke televízió nézőit, hát nevezzük tévének, YouTube csatorna. Eddig még egy videóm előtt sem mondtam el, hogy ha tetszik az, amit csinálunk és dolgozunk, értetek azért, hogy viszonylag naprakész információkkal lássunk el titeket, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Na ez volt az a mondat, amit még soha nem mondtam. Azért jöttünk most ide, mert két nagyszerű helyi lokálpatriótával fog beszélgetni az elkövetkezendő eseményekről, mi lesz május 1-én, és az azt következő programokról is kérdezni fogom őket. Úgyhogy üdvözlöm az urakat! Üdvözlöm Stancsik Józsefet és Olexa Miklós urakat. Mi lesz május 1-én? Ki kezdi? Alapvetően Gyarmatról fogunk indulni. Gyarmatról indul a program fölvezető része, ami aztán Losoncon teljesedik ki. Mégpedig úgy kezdődik Balassagyarmaton, hogy 7:45-kor találkozunk itt az emlékműnél, a múzeum előtt. Leszünk 35-40-en körülbelül. Megkoszorozzuk az emlékművet, és elindulunk Losoncra. Három szekcióba, hogy úgy mondjam, lesznek sportbringások, lesznek túrások, és lesznek retro régi biciklisek is, hála jó Istennek most már. És Losoncon pedig részt veszünk a helyi programokban, ami többek között az első kerékpáros múzeum egyik biciklis kiállítása is. A zsinagógában. Losonci zsinagógában, nem akárhol. És egész napos bringás programok lesznek Losoncon. Ez a május első program, ez valaminek az apropóján jött létre. Nagyon szimpatikus, hogy ennyire kezd összefonódni, és ilyen jó kis kapcsolatok kezdenek kialakulni Szlovákiával. Losonccal. Ez a rendezvény, ez mivel köthető össze? Tehát, hogy ez miből forta ki magát? Ez indult a vasútból. A vasút indult az Ipoly túra rendszerből, és az Ipoly túra rendszerből lett a bicikli múzeum, és ehhez kapcsolódott az én szempontomból a vasút, ugye a vasútnak a megmentése az volt a fő vonal mostanában. Megtörtént két konferencia, egy Balassagyarmaton és egy Losoncon, ami rendkívül sikeres volt, és már tavaly szerettünk volna már az első konferenciához kapcsolódóan csinálni egy Losonc-Balassagyarmati demonstrációs vonatot, amivel meg akartuk mutatni a világnak azt, hogy igenis járható Losonc és Balassagyarmat között a vasúti pálya, még hogyha lassan is és meggondoltan is. És hát ugye 70, több mint 70 éve nem mehettünk át menetrendszerű vasúttal. Ipolytarnócig mennek a vonatok mind a mai napig, holott a történelmi végállomás az Losoncon van. 12 kilométerre mindössze Ipolytarnóctól, és nem akartuk hagyni azt, hogy amikor minden megvan hozzá, a működéshez minden megvan, csak egy döntés szükséges, egy politikusi döntés, hogy ez ilyen hosszú ideig csúfoskodjon, és ezt szeretük volna megváltoztatni. Most jelen pillanatban a járvány elmúltával megnyílt a lehetőség arra, hogy elmenjünk egy külön vonattal, aminek a neve, a projektnek is a neve így ilyen szempontból, és a vonatnak is a neve Nógrádi Gyors, ami 30 km/h sebességgel fog végig száguldani az Ipoly völgyén, és vissza, mint a vihar. És hogy mennyire érdekes ez a történés, ez a vonatos történés, hogy mennyire nincs ott az emberek tudatában, hogy ez a vonat, vagy ez a vasút létezik, járható, de nem működik. Tegnap Szlovákiából fölhívott egy hölgy, hogy hát én végtelenül sajnálja, hogy most ezen nem tud részt venni, de meg tudnám-e mondani, hogy ennek a járatnak mi a neve, vagy hogy hol találja meg a menetrendekbe. És mondtam, hogy hát akkor korábbi menetrendet kell nézni, vagy majd egy későbbit, de ezek szerint másnak is hiányzik. Most már a magyar oldalon van a labda, és hát a magyar oldalon meg most ugye a választások miatt nincs még új kormány, itt még bizonytalanságok vannak.
lehet, hogy ezt a szezont elveszítjük emiatt, de a szlovák oldalon, mivel nagyon határozott és nagyon egyértelmű az állásfoglalás, én úgy gondolom, hogy a magyar oldalon is mindenki mellé állt ennek a dolognak, ezt a bizonyos döntést ki fogjuk várni, bármi történik, és addig vonattal fogunk Losoncra elmenni időnként, és ott fogunk közös eseményeket szervezni, mint ahogy ennek lesz egy válasz eseménye. Augusztus hónap folyamán jön egy vonat Szlovákiából, majd Balassagyarmatra, Losoncról, és hát azt pedig az Ipoly naphoz fogjuk kötni azt a dolgot, és szintén egy nagyon jelentős esemény sorozatot fogunk itt Balassagyarmaton is csinálni, és úgy, hogy a Szlovákiából jövő biciklisekkel és vasúti látogatóinkkal együtt. Mire számíthatnak a kerékpárosokat az út során? Egy viszonylag kényelmes túraút ez, ám bár még sokan vannak nagyon a szezon elején, és a 110-120 kilométer oda-vissza még azért úgy fogós lesz, de egy nagyon sima, lájtos, laza tempóban is fogunk vinni csoportot. Az egyik csoport megy egy kimondottan sportos ritmussal, egy 28 körüli átlaggal. A retrósok megint a saját tempójukban, tehát egy nagyon kényelmes tempóban, és most már kiderült a jelentkezések alapján, hogy 4-5-en ilyen kimondottan bevásárló tempóba szeretnék ezt végigcsinálni. Én úgy érzem, hogy egy tök nagy élmény lesz, teljesen nagy élmény lesz. Egyrészt maga az út, most jártam végig, tényleg csodaszép, van mit látni, nem lesz nehéz, összesen ami kaptató van, ami kaptató van benne, az a káprások jószerével és azon kívül semmi, hiszen pontosan az Ipoly völgyről szól, és Losoncon pedig egy nagyon kedves, jó hangulatú kis dzsámbori vár minket, ott egy kellemes sörözés, gulás után, sok jó programmal, már megkeresett egy szlovák fiatalember, akit a losonci önkormányzat megbízott azzal, hogy vezetgessen minket, idegenvezessen minket Losoncon belül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott egy 4-5-ig nagyon jól fogjuk érezni magunkat, aztán megjövünk vissza. Elképzelhető, hogy biciklivel előbb odaértek, mint vonattal? Hát a sportosok igen. Mi a háziasszony tempónkkal, mi nem feltétlenül. De a sporttempóban menők, ők egészen biztos, hogy meg tudják oldani, hogy megelőzzék a vonatot. Nagyon jó. Én az ottani programhoz hozzátenném azt egy-két dolgot. Az egyik az, hogy ott ez a barátunk, akit a Losonci önkormányzat megbízott, egy vezetett túrára készül, és hát elsősorban Gácsra szeretnénk ha kivinni ezt a csapatot, mert Gács az egy, aki volt ott, ti mind a ketten voltatok, tudjátok, egy fantasztikus hely, és egy elképesztően szép hely, egy olyan ősi magyar vár, amire rengeteg pénzt ráköltöttek, és 4 csillagos szállodát csináltak belőle, és megvan, és a magyar történelemre alapozott szálloda úgy működik, gyönyörű parkkal, azt is rendbe tették, tehát fantasztikus, ugye Gácson csontvári emlékek vannak, és sok minden más. Losonc maga egy csoda a város. Tehát egy olyan kulturális program adódik magától, ami a szervezett programon kívül is van, hogy az fantasztikus. Azt mondja az Ingrid, aki a ottani dolgainkban kapcsolattartónk, hogy az összes losonci látványosságnak az illetékesét felszólították, hogy ezen a napon mindenki legyen nyitva. Tehát ez azt jelenti, hogy nyitva lesz a zsinagóga, ott lesz a Bicikli Múzeumunknak az első losonci kiállítása, nyitva lesz a Városi Múzeum, nyitva lesz a Nógrádi Múzeum, nyitva lesznek a kávézók, tehát rendkívül tartalmas és jó lehetőség lesz. Azon kívül pedig még egy apróság, ami szintén egy kicsit érdekessé teszi, hogy amikor a vonattal mi megérkezünk, remélhetőleg körülbelül, hogy látható most mondja, 140 fős létszám gyűlik össze a vonaton, akkor elénk fog jönni egy gumikerekes kis vonat, és a gumikerekes kis vonat fog kiszállítani minket a Ladovó tóhoz,
a város szélére, ahol az egész napos programok lesznek. Ott lesznek a magyar oldali barátaink is, mert jönnek a velocipédes barátaink, jön a kackiás verklis barátunk, tehát, és azon kívül, hogy a szlovák programok meg, hát azért lehet majd enni gulást, 50 eurócentér egyébként a bicikliseknek nem, mert ott az energiapótlás miatt a Losonci önkormányzat biztosítja ezt a lehetőséget. És hát jön velünk, útközben a bicikliseket fogja kísérni a Cserhát különleges mentőcsapat, mint ahogy mindig is velünk el szoktak jönni, és hát ők is segítenek mindenben, amivel csak lehetséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy rendkívüli programot csináltunk. Még annyi, amit érdekes lehet, és ez most egy néhány perccel ezelőtt jött információ, hogy úgy néz ki, hogy már itt a biciklis indulásnál is, és a balassagyarmati vonat indulásnál is a szlovák központi nagy televízióknak a forgatócsapatjai már itt lesznek. Természetesen veletek együtt. A közeljövőben, tehát május, megnyílik a május hónap, mire számíthatunk még tőletek, mert ti mindig mozogtok, mindig programot szerveztek. Van-e valami, amire esetleg szívesen invitálnátok a érdeklődőket? Hála Istennek, igen. Első sorban a Zsíró, ahova Mikén egy és kiállít majd az első kerékpáros múzeummal, másodszorban pedig, ami inkább már Balassagyarmaton történik helyileg, május 13-án, 14-én az Ipoly Challenge, ahol a első pénteki napon az a gyarmat iskoláinak, diákjainak, családjainak, oktatási intézményeinek, munkahelyi közösségeinek rendezünk egy egész napos jamborit, természetesen nevezős versenyekkel és egyéb játékokkal is, szinte egész nap zajlanak majd játékok, kadétversenyek lesznek. Második nap pedig egy nagyon fajsúlyos evezős verseny, amire az ország nagyon sok részéről eljönnek majd. Az első versenytáv Őrhalomból indul, ez mintegy 11-12 kilométer vízen, a második pedig Széchenyből, ez pedig 18-20 kilométer, és ezek nagyon kemény versenyek, tehát ezek 6-8 órás megmérettetések, hiszen ki kell hozni a ladikot, átevickélni akadályokon. Ez tényleg challenge, és szeretnénk, hogyha ebből is minél nagyobb népszerűségre tenne szert, annál is inkább, mert aztán szeretném, hogyha ezek a itt megjelenő vendégek eljönnének a kerékpáros múzeumba, vagy amikor már mobil lesz, akkor a csuklós busszal együtt a kerékpár múzeum is levonul az Ipoly partra. Én még a... Elszóltad a titkot. Nem baj az. Fölvezettem. Nem baj az, így van. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is a lehetőséget. Köszönjük szépen.